2012-ben egyesületünk elkezdte a kárpátaljai értékgyűjtést. Ennek keretében sikerült a Kárpátalja magyar lakta településeit feltérképezni és dokumentálni mindazokat az értékeket, kincseket, amelyeket őrzünk Kárpátalján, és amelyek azt gondolom hozzájárulnak a mi megmaradásunkhoz, nemzeti közösségünk megmaradásához. Az elmúlt évtizedekben a kárpátai magyarságnak már nagyon sok küzdelmet kellett megvívnia. A politikai érdekképviselet mellett és az oktatási hálózat mellett a hagyományok őrzése az, ami úgy érzem, hogy segít nekünk megmaradni. Nagyon fontosnak érezzük, hogy a Hungarikum mozgalomban egy újabb szintet léphettünk, hiszen a Hungarikum törvényben szerepel, hogy az az érték lehet kiemelt érték, amely ismert és közismert. Büszkeséggel tölt el minket, hogy bemutathatjuk az eredeti beregi szőttessel készített divat kollekciót, ami azért is nagy dolog számunkra, hiszen a közkedvelt Hungarikumok a kalocsai és a matyóhímzés után most készült először szőttessel, kárpátaljai beregi szőttessel divat kollekció, amellyel a fiataloknak és a hosszabb ideje fiataloknak is üzenni tudunk, hogy ez a kárpátaljai érték a mai napig is él. Ez a kárpátaljai beregi szőttesből készült kollekcióm. Profusz Marianna népművész, szövőnő, ő készítette a szövéseket, és ezek mind-mind egyedi és kézzel készült szövések. Igazából nagyon fontos számunkra mindig, hogy a ruhákon eredeti népművészeti díszítés motívum legyen. Én elmentem és megismertem az ott élő emberek szokásait, a népművészethez való viszonyát, így aztán Mariannával is nagyon jól megismerkedtünk, és úgy kezdtük el ezt a közös alkotó munkát. A kárpátaljai magyarság most olyan időket él meg, amely azt gondolom, hogy nem teljesen pozitív, mégis vannak olyan dolgok, amelyek reményre adnak okot. Ilyen ez a mai este is, hiszen egy csodálatos eseményre került sor, hiszen közös nemzeti kincsünket, a beregi szőttest ma Rivnák Tünde divattervező By Me stúdiójának Treasure kollekciójában végre a kárpátaljai magyar közösség is láthatta. Fontos az, hogy a következő generációnak átadjuk ezt az eredeti motívumvilágot, és ez ebben a formában a divat egy nagyon jó kommunikációs eszköz, és így nagyon könnyen megértik, és magukévá tudják tenni ezeket a gondolatokat. Megpróbáltunk olyan platformokat kidolgozni, ahol ezek a hímzés minták, szőttes minták újjá tudnak születni. És már nem csak egy abroszon vagy egy vitrindíszítő terítőn jelennek meg nagymamáink szekrényébe vagy ruhás polcain, hanem ezek a mindennapi életünk részévé tudnak válni, és a fiatalok is megismerjék ezeket. Elkészültek ugye ezek a divat kollekciók, amelyeket beregi szőttes díszítés, nagy dobronyi keresztszemes hímzés. Elkészültek a kiadványaink, amelyek már hímzési mintákat is tartalmaznak, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje annak, hogy létrejöjjön egy olyan szakmai társaság, akik autentikus kárpátaljai mintákkal dolgoznak ezentúl, ezzel is jobban szolgálva a kárpátaljai magyar közösség hagyományainak a fennmaradását.